nagyapáink mohácsa, a Domkanyar. 1943. január 12-én indult meg az Uriri hídfőnél a szovjet hadsereg ellentámadása a Don folyó mentén. Német követelésre a II. Világháborúban a keleti frontra küldött magyar királyi II. Honvéd hadsereg a Doni áttörés során szenvedte el a legsúlyosabb veszteségeit, amely során körülbelül 45-50 ezeren haltak hősi halált, legalább ugyanennyien megsebesültek vagy eltűntek, 28 ezer ember hadifogságba esett. Kecskemétről a mi ezredünk a 7. Honvéd gyalogezred. Én a 7. Honvéd gyalogezred első zászlójához tartoztam, mint ezred távbeszélő szakaszparancsnok. Az én feladatom az volt, hogy ezreden belül biztosítsam az összeköttetést az egységek között. Na most én ebben a minőségem mentem ki a frontra. Mégpedig, ahogy mondtam, hogy május környékén indultunk el, vonat szállítottak bennünket Gomelig. Az Lengyelországban van. Gomeltől azután Kurszig, az már közel van a Donhoz, gyalogmenetbe mentünk, ami körülbelül 600 kilométer. Érdekes itt megjegyezni az, hogy innen Gomeltől a németek földutat, de olyan gyönyörű földutat csináltak gépekkel, amivel ők közlekedtek, azon minket nem engedtek, hogy közlekedjünk, mert a mi hadseregünknek a felszerelése nagyon időszerűtlen volt. Gyalogkocsikkal, gépkocsi jóformán semmilyen, tehát lovaskocsikkal mentünk. És ennek a 600 kilométernek az volt a vége, hogy a gyalogkocsik közül fele, ha beért a célba. Tehát megérkeztünk Kurszba. Kurszba voltunk egy ideig, vártuk az alkalmazásukat, bevetésünket. Most a németek előtte eljutottak a Dónig, de volt egy kis részük Uriv mellett, ami ideált volt, és azt nem tudták elfoglalni akkor. És a hadosztálynak az egyik feladata az volt, hogy ezt az itt lévő kis részt, amit ők folytonosan erősítettek, építettek, erős hídfőállásá alakítsák át. Többszöri próbálkozás után is megpróbálták, a 7. gyalogezretet is bevetették bizonyos részét, eredménytelenül nem sikerült ezt a részt elfoglalni. És amikor már látta a hadvezetés, hogy ez itt nem megy, akkor abban az állásban, amiben eljutottunk, ott beásta magát a mi ezredünk első zászlója. És itt voltunk végig, még a télnek is egy részét itt töltöttük. Érdekes még az, hogy itten technikai eszközöket, amik rendelkezésünkre álltak, rádió, távbeszélő, ezeket nem nagyon tudtuk alkalmazni, mert az oroszok rögtön bevérték. Úgyhogy itt az összekötetés nagy része személyi úton történt. Különösképpen a vezetékes résznél mindig a dupla vezetéket lehetett használni, mert vezetékni lehetett úgy, hogy az egyik vezeték vonal volt, a másik pedig a föld volt. Tehát csak le kellett szúrni egy fém valamit, és akkor megvolt a második csatornák is. Úgyhogy, de ezt nem lehetett, mert ezt rögtön lehallgatták. És hát ebben az álláspontban voltunk, mondom, egészen sokáig. És akkor az ezredparancsnokunk, Tormási Szávics Sándor, az a Doni áttörés előtt elment szabadságra. Pedig jó tisztában volt azzal, hogy milyen komoly feladat van, és előbb-utóbb az oroszok onnan nagy támadást fognak indulni. És akkor küldtek a hátországból egy őrnagyot, akinek hadtéri tapasztalata nem volt még jóformán, és egy alkalommal kiment, amikor még abszolút semmiféle
repülő tevékenység nem jött, és jött vissza azzal, hogy őtet meglöpték, a szobját átlőtték. Hát mindenki tudta, hogy ez nem igaz, ezzel ő hátrament. Az ilyeneket úgy hívják a hadnyelven, hogy öncsonkítás. Ilyen bűn elkövetésének a halálbüntetés vagy ára. Ez az őrnagy eltűnt, hogy mi lett vele, nem tudtuk. És maradt velünk egy százados, akit úgy hívtak, hogy Till Géza, ez volt az ezrednek az első segédtisztje. Ez egy igen nagy tudású, komoly katonatiszt volt. Ez vezette utána az ezret végig, míg aztán nagy nehezen, már egészen hátul voltunk, már ez ölenségről elszakadtunk, amikor ez a Tormási a szabadságáról visszatérve találkozott az ezredével. Ez a Doni áttörés, ez úgy történt, hogy előtte pár nappal már a hadosztály tudta, mi történt. Megnyitották az összes raktárokat, amit ki kellett volna osztani, például szeszesít, nem adták. Akkor szabadon garázdálkodtak vele. Élelemmel volt olyan katonak, mint egy oldalszalonát vitt a hátán, azt gondolta, Dontól haza tudja vinni az oldalszalonát. De nem ez volt a veszedelmesebb része, hanem az, hogy leitták magukat. Volt nekem akkor egy nagyon kedves, beosztottam egy szakaszvezető, úgy hívták, hogy Juhász. Még mi nem indítottuk meg a visszavonulást, de jön oda hozzám az, hogy a százados úr, tessék, két üveg tömény alkohol. Erre megfogtam, összesöptem, mondom, Juhász, haza akarsz menni? Mondom, itt fogsz megdögleni. Soha nem látod a két lányodat, mert bevótál már róla. Soha nem fogod. Nem szabad ilyenkor egyszer kortyose. Nem is tudom, mi történt, biztos nem ment haza. És amikor megindult, reggel hajnalva indult meg a támadás, addigra már mindenki elhagyta a állását, és az Uribi hídnál ott torlódott össze a társaság. Gépkocsival csak a hídon lehetett volna menni, gyalogszerrel lehetett, az Uri folyó be volt hagyva. És a hajnal beálltával ide kapott az ezredünknek az idere vonatkozó része, meg más alakulatoknak is oda tömörülő része egy borzasztó ösztüzet. Mindenki menekült arra, amerre tudott. Én is mentem magamba, senkiről semmit nem tudtam, senki nem tudott semmit se. Mentünk egy irányba, de hogy ki adta meg az irányt, nem tudom. Azt emlékszem, ott találtam a földön ülve a hóba a fegyvermesterünket, aki amúgy igen erős embernek nézett ki, és kérdeztem tőle, hogy meg van sebesülve? Azt mondja, nem vagyok. Hát mondom, kár, nem bírok a százados.
Na mondom, akkor így fog elpusztulni, próbálja meg. Nem tudott felkelni, nem tudott meg, nagy hova. Mentünk, ameddig tudtunk. Hogy meddig mentünk, azt nem tudtuk. Éjt követte a nappal, mentünk, de hogy kivezetett bennünket, merre, az senki nem tudja. Itt van nekem egy könyvem, amiben a 7. gyalog ezer történet. Itt sok mindent leírnak, de nem így történt, ahogy ez, ez meg van szépítve, nagyon meg van szépítve. Itt nem tudott senki semmit. Nem tudom már hány napig mehettünk éhen, szomjan, eledelünk, italunk, a hó volt. És én valahol összeeshettem, betemetett a hó, nagyon erős, jó ruhám volt, bunda, szörmekesztyű, minden, és egy nagyon zagyva álmom volt. Azt álmodtam, hogy az egyik őrnagyunknak az üdülőjébe akarok bemenni, de sehol nem találom az ajtót. És mire észre tértem, akkor vettem észre, hogy be vagyok temetve hóval, meg nem fagytam, mert jó erős jó ruha volt rajtam felszerelés. Felkeltem, hallgatóztam. A nagy sötét orosz éjszakába hallgatóztam, mondom, valamerre el kell indulni. És arra mentem, amerre hallottam kocsizörgés, meg én csajkazörgések, mondom, vagy a magyar csapatok, akkor szerencsém van, mondom, ha az oroszok, akkor más dolgok nincs, a pisztolyom megvolt, mondom, akkor főbelőve magam, mert ha ezeknek a fogságába kerülök, ezek levetkőztetnek, borzasztó szörnyű kínokat kértem volna át. Mentem is, közel az úthoz megszólalt egyszer egy hang, hogy ki vagy? Magyar volt, akkor mondtam neki, hogy magyar tiszt vagyok. És akkor mentem ezzel együtt egy darabig. Beérkeztünk egy helyiségbe, amelyik tele volt katonákkal, magyar katonákkal. Ott egy ilyen dikó félén feküdt egy vagy haldokló, vagy halott orosz katona. Én arrám nyomtam, mert olyan borzalmas fáradt voltam, hogy oda feküdtem, de mielőtt lefeküdtem volna, a csizmámat lehúztam, mert tele volt hóval, ott volt egy tűzhely, fölé akasztottam, oda akasztottam a fényképezőgépemet, térképtáskámat, felszerelésemet. És én elúltam abban a minutomban. Mikor felébredtem, arra ébredtem fel, hogy a helyiség üres. Senki nincs a helyiségben, keresem a csizmám, nincsen se a csizma, semmi, amit kezdjünk, semmi ma világon nincsen. Elvitték, a saját katonáink lopták el. Mellettem ez, aki volt, ez az haldokló vagy halott orosz, ennek volt egy szutykos madzagon lógó, de meleg kesztyűje, azt én levettem a nyakából, de csizmám nem volt. Akkor, ahogy ott nézegetek, látom, hogy ott fekszik a földön, két német katona, de az a német rendelés pedantériával, ezek talán még aludni is vigyázva aludtak. Ott feküdt bele, mindegyik be volt takarva az arca, a csizmájuk pedig a lábánál volt mindegyiknek. Hát, az én csizmámat ellopták, mert az tolvaj volt, aki ellopta, mert annak volt. Nekem nem volt csizmám, én ha elveszem tőle, én az életemet mentem meg. És a hadi erkölcsök egészen mások, mint a civil erkölcsök. Nem volt más, mit tennem. Szép lassan oda settenkedtem, és a legközelebb állónak a csizmáját elvittem. Kint vettem fel, nem mertem felvenni, mert az észrevesz, azok nagyon lő. Én tudtam azt, hogy a másik, az szerez a bajtársának. Csizmát emegy az első oroszhoz, és lehúzza a lábáról a valenkét, és vagy nagyon lövi, de azt fog szerezni, de én nem tudok szerezni. És akkor mentem egy távolságra, hogy hát ha kijön, ne találjon meg, és gondoltam azt, hogy egyedül itt orosz falunkba, partizánokkal tele, leütik az embert egy-kettőre, vártam egy darabig, de megvárom, míg a szállingózó magyar csapatok közül vagy 10-15-en össze is érkeztünk, és ennyien mikor már voltunk, de fegyvere senkinek, nekem volt egyedül fegyvere.
és akkor együtt mentünk, már így biztonságosabban voltunk, többen voltunk. És egyszer csak hallok a kocsi zörgést hátulról. Mondom a fiúknak, mondom, álljatok meg, gyerekek, mondom, megvárjuk ezt a kocsit. Egy vonatos hadapló dőrmester vezet, ült a bakon. Megállítottam, mondom, hová mész? Azt mondja, nem tudja. Megy az úton. Te mondom, van neked meleg pokrócod a kocsiról? Azt mondja, van minden meleg pokrócod. Hát akkor én felfeküdtem az kocsijába, betakaroztam a pokrócába, meleg pokrócába. Elindultunk, a gyalogosok azok követtek bennünket. Én arra ébredtem fel, hogy 11 óra lehetett, napfényes világ, egy nagy német városba, Budjenibe érkeztünk. Ott megállította a kocsit egy őrnagy, és azt kérdezte tőlem, hogy sebesült vagy? Mondom, nem vagyok sebesült. Na, akkor szálljál ki, és rendezzük a visszazavaruló egységeket. Hát én kiszálltam, és csináltuk azt, amit akartunk. Ahogy jöttek a katonák, tekintet nélkül arra, hogy milyen fegyverdekhez tartoznak, osztottuk szakaszokba be. De ha egy pillanatra már elfordult, a szakasz már eltűnt. Egy csinálta ezt az őrnagy egy darabig, egyszer csak látom, hogy a mi egységünknek a megmaradt része vonul ott. És mondom, őrnagy úr, mondom, én egységem, én ezzel csak nem mész sehova, hogy szóval itt maradsz vele. Parancs, parancs, katonának teljesíteni kell. Azok elmentek. És egyszer csak ő is azt mondja, hogy egy kicsit elmegyek, van egy kis dolgom. Tudtam, hogy sose fog összeállni. Azt mondja, csináld ezt tovább úgy, ahogy akarod. Vártam én is, míg egy tiszt is a hálomba kerül, és akkor ketten csináltuk. És láttam, hogy ez egy sziszifuszi munka, itt hiába osszuk mibe, azok pillanatok szétokra van. Én is azt csináltam, amit az ön, azt mondtam ennek a komának, hogy egy pillanatra el kell mennem, de vissza fogjuk jönni, és majd csináljuk. Akkor jött éppen arra egy teherautó, én arra felkapaszkodtam, és utolértem az én csapatomat. Ott leszálltam, és akkor már együtt mentünk, de ott már senkinek semmi fegyvere nem volt. Mentünk egy darabig, hogy aztán mikor, hol álltunk meg, pihentünk, azt nem tudom. Utána aztán egy bizonyos csoporttal én is indultam, tudtam, hogy merre kell menni, de akkor már lassan kezdett melegedni, az idő sürgetett bennünket, mert a gyeszereten át kellett menni. Akkor már érintkezésben is voltunk a alakulatunkkal, már ez a Távis Sándor ezredes, ez is megérkezett, de mondom, ez annyi, mintha ott lett volna, egy nagyon tehetségtelen ember volt, de ott segítesz egy Tilgéza nevű száz, ez igen tehetséges, ez vezette az ezret tulajdonképpen. És ahogy vezetem ezt a társaságot, egyszer csak látom, hogy ki van írva, nem tudom, ilyen Elló és Magyar Őrség. Én körülbelül 50-es csoporttal behettem, mondom nekik, hogy hol van a parancsnokotok? Azt mondják, bent van a faluba, ott tartott. Na, mondom, küldjétek fel, jöjjön ide. Elő is került, egy hadnagy volt, és mondom neki, hogy itt van 50 ember, ennek fedél kell a feje alá, és főleg élelem. Azt mondja, ő nem adhat élelmet, a vezérkar vagy a hadbiztonság engedélye nélkül, mondom. Ha nem a célelmet, kivettem a pisztolyt, mondom, itt lőlek agyon ebbe a szent pillanatba. Meg is ijedt a koba, kinyitotta, mindenkit beengedett, fedél alá került, fűtöttek, annyi élelmet, annyit ehettek, amennyit akartak. Reggelig voltunk, reggel ott hagytuk őket, megmondtam ennek a hadnagynak, tovább mondom, őrizzed, majd jönnek az oroszok, majd elvisznek, elviszik, amit mi meghagytunk, mi csak annyit hagytunk, vittünk el, amennyivel az éjségünket csillapítottunk. És azután mentünk,
ezzel a csoporttal továbbra. Később egyesültünk az Egyered maradványaival, és akkor már mindaddig mentünk, amíg oda nem érkeztünk Kijev környékére, ahol volt az a helyiség kijelölve, ahonnan majd hazaszállítják ezt a társaságot, mert látták, hogy ezzel már olyan dezorganizált, demoralizált társaság, ezzel harcolni nem lehet. Ez csak haza lehet vinni a hátországot. Így kerültünk oda, azután oda Kijev környékére. Egy hét kellett volna már ahhoz, hogy vagonírozzanak bennünket, egyszer csak hívattak az ezredparancsnokságra, mert én egy nap közáltalán az embereimmel voltam együtt. És azt mondják nekem, hogy kaptak felülről egy parancsot, egy századot kell alakítani, és ezzel megerősítek egy géposztás szakaszsal, és jelentkezzek én ezzel a századdal, én alakítsam meg, és jelentkezzek a német parancsnokságra. Orzasztó rosszul esett, hogy pont én, aki tulajdonképpen nem is tartoztam a harcos állományba, mert én nekem nem az volt a feleségem harc, feladatom a harc, hanem az összeköttetés biztosítása. De szó nélkül megcsináltam. Elmentem ehhez a német főhadnagy volt ott, tört németségemmel, tudatára adtam, hogy mi célból vagyok, erre tiszta szín magyarsággal megszólalt is. Mindent adott, ami csak kellett, gépuskákat, mindent, csak annyit elfelejtett az én gépuskás szakaszparancsom megnézni, hogy a gépuskához olajat adtak-e, mert az olajban működik, különben az első lövésnél besül. Elhittek a gépuskás szakasz, de azok éha semmi hatjaszállít. Hát akkor egy olyan területre vittek bennünket, külön egyetlen egy szerelvény, egy kocsi vitt a pipeti mocsarak környékére. Az állomáson várt bennünket egy német hadnagy, és mesélte, hogy még két héttel ezelőtt Párizsban volt, és most ide küldték. Hát azt akartam én is menni, arra kértek bennünket legelőször is azt, hogy a századdal vonultassa végig a helyiségen a gyerekeket, és demonstráljuk, hogy nézzék meg, hogy milyen egység van. Hát én kis adtam parancsot, nóta mondom, magyar nótákat dalolni, és végigmentek a helyiségeket. Nekünk a feladatunk az volt, hogy el kellett menni minden nap egy másik helyiségbe, azt körül kellett zárni, hogy a lakosság el ne menekülhessen, és ami élelem volt, azt a németek azután elvitték tőlük. De olyan jó volt az összekötetésük, hogy mire odaértünk, legtöbbször már jóformán semmit sem találtak. Az erdőkbe menekítettek már mindent. Egyszer útközben a parton ott látok egy kis gyereket, egy kis pólyás nevű gyereket, kis orosz gyereket. Hát nem bántotta senki se, nem is hírt, ott hát biztos érte ment azért az anyja vagy az apja. Azt is már nagy menekülésükbe elhozhatták. Mondom, ezt a munkát végeztük egy hétig, mert egy hétre kapta a parancsot. És azt mondta, akkor a parancskörök kért, hogy még egy napig maradjuk, nem mondom, kérem, én egy parancsot kaptam, mondom, én kérem, ezt tartom magamat. Azt mondja, felrobbantották itt ezt a hídet, akkor gondoskodjon arról, hogy más út irányba, de én abban az időben, amikor nekem ott kell lenni, akkor ott legyek. Ilyen szempontból korrekt volt, mert tényleg gondoskodott is róla, és lejöttünk egészen Zsitomirig, már majdnem a magyar határig, és úgy vissza, közben élelmet, mindent kaptunk, és ott vártuk, aztán oda mentem. Pont akkor érkeztem oda az állomásra, amikor a mi csapatunk vagonírozott befele. Ha egy napot kések, ott hagynak bennünket, akkor ott a németek azt csinálnak velünk, amit akarnak. Na itt volt még ezután egy kedves jelenet nekem. Nekem volt egy hátas lova, amelyikkel én békébe is minden nap kivonultam a gyakorlatra. Úgy hívták ezt, hogy angyal. Egy nagyon jó ló volt,
Csak az volt a baj, ha azt mondta neki valaki, hogy adja a patát, akkor úgy vágta fel a patát. Tehát aki ott hátul volt, akkor különben nem rúgott semmit, azt agyon rúgta. Hát ahogy én ott vagyok ezen a kijelölt helyen, ahol vártuk az haszállítást, egyszer csak megjelenik az angyal, hogy honnan tudták ebben a zűrzavarban, mert minden lónak a patájában be van egy számíró, és megtudták, hogy milyen alakulathoz tartozik, oda vezetik az angyal, ott megjelenik az én hátaslón, de tiszta rühese. Megismert a hűséges lószemével nézett rá. Mondom a parancsnoknak, hát rühes, azt mondta, nem nincs mit tenni, agyon kell lőni. Hallotta ezt az én házigazdám, egy fiatal orosz gyerek, Szergej. Könyörgött, hogy ne lőjem agyon, adjam neki az angyalt. Hát mondom, akkor figyeld az angyalt, neked adom. És az érdekes még benne az, hogy egy hét múlva, mikor mi ott vagonéroztunk, egyszer csak megjelenik Szergej, hó, vezeti az angyalt. Tiszta, sima a szőre, minden megvan. Meggyógyította a rűvöl, hogy gyógyította ki, nem tudom. De semmi baja sem volt. De amikor azt megláttam ezt, megsimogattam az angyalt, én mondom, te most innen aztán tűnj el gyorsan, mert úgy elveszik tőled az angyalt, ahogy én ezt neked odaadtam, úgy el fogják venni, mert ez benne van a kincstári szám. Akkor el is vitte az angyalt, hogy jó, biztosan jó gazdája volt neki. Így aztán ott bevagoníroztak bennünket, és akkor hazakerültünk Kecskemétre. Vannak angyalok, nem járnak erre most, csak ördögök tüzelnek ránk, vivát, vivát, vivát. Hideg, hideg, hideg.